A Közép-Európában egyedülálló csúszdatoronyban tartottak sajtótájékoztatót a győri élményfürdő munkálatairól. A létesítmény valamennyi eleme szerkezetkész állapotban van. A legutóbbi két hónapos időszakban komoly előrelépés történt a beruházás területén, hiszen szerkezetkész állapotba került az úszoda épülete. Az úszodán belül egyébként két medence lesz, egy 25 méteres úszómedence és egy tanmedence. Ennek pillanatnyilag a tető szerkezetén dolgoznak a szakemberek. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a parkolólemez kialakítása is. Az ide érkezők majd mintegy 300 autót tud fogadni ez a parkolólemez, itt tudnak ebben parkolni. Ugye most mi itt a leglátványosabb részen vagyunk, ez pedig nem más, mint a szódás szifon alakú csúszdatorony, de nem csak lépcsőn, hanem lifttel is föl lehet jutni. Én azt gondolom, hogy ez Közép-Európában egyedülálló látványosság lesz. A korábban 2002-ben átadott fürdő belső átalakítása is zajlik, mellette teljesen elkészült a gyógyászati központ. Készül a különleges Laguna medence csoport is. Nyerges Zoltán projektvezető elmondta, ez az építkezés hatalmas kihívást jelent a szakemberek számára. Vízi élménypark kialakítása, a kapcsolódó közműépítési, közműkiváltási, medence technológiai munkákkal, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb kihívása lehet a szakmának, ha magas építést nézzük. Én mindig azt szoktam, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy ilyet hozhatunk létre. Itt a különböző, leginkább a fókuszált csúszdatoronnyal, a kapcsolódó csúszdamedencékkel, a Laguna medencékkel olyan dolgot valósítatunk meg, amire én azt gondolom, hogy egy életben talán egyszer van csak lehetőség. Ha csak ráfókuszálunk a csúszdatoronyra, ugye ami tematikájában kapcsolódik Győrvároshoz, a maga a Szódához, Jedlikányoshoz, egy 30 méter magas komplett szerkezet lesz, 20 méter magas vasbeton szerkezetű maggal, ami szimbolizálja egyrészt a Szódát, másrészt pedig négy csúszdaindító szinten, négy személyes, két személyes és három testcsúszdákkal lehet majd megérkezni, és mind a mellett, hogy egy lift fogja felhozni a fürdőközönséget a toronyba, emellett egy kettő és négy személyes csúszógumikat, pedig egy úgynevezett csúszógumi szállító elevátor, egy szállító szalag szállítja ide föl. Jelenleg 200-an késő ősszel várhatóan már 400-an fognak dolgozni a fürdő belső kialakításán. A több mint 20 milliárd forintba kerülő beruházás műszaki átadása tavasszal lesz, a nagy közönség számára nyár elején nyílik meg a létesítmény.